Sándor lövése, 1-0-ra vezet a Debrecen. Ez a harmadik lövés volt. Egy jól eltalált Sándor Tamás lövés. A csapatkapitány megszerezte a nyugtató gólt. Hú, ez nagyon megtisztelő, felemelő, és azért egybe megható is, mert több mint egy évszázad alatt azért jó pár száz játékos megfordult a DVSZ történelmébe, és hogyha tényleg a szurkolók úgy érezték, hogy rám érdemes voksolni, akkor ez tényleg nagyon-nagyon megható dolog. És nagyon jó így visszagondolni utólag azokra a sikerekre, amit itt Debrecenben elértünk. Fantasztikus élmény volt ezen a pályán megélni olyan sikereket, amikről álmodoztunk és szerettük volna, hogyha egyszer majd ez végbe megy. Hát sikerült többször is megélni ezeket a nagyszerű mérkőzéseket. Ha visszagondolok azokra az időszakokra, akkor tényleg Debrecenben óriási futballáz volt ebben az időszakban, és hát természetesen köszönettel tartozok minden egyes vezetőnek, szakvezetőnek, edzőnek, edzőstábba, vagy éppen azoknak, akik dolgoztak a DVSC-ért, és a természetesen a srácoknak, a játékostársaknak, mert tudjuk, hogy ez egy csapatsport, és az egyedül csapatsportban még senki nem érte olyan eredményeket, amit egyedül egyénileg vitékez, tehát ez kellettek a társak is, és még egyszer mondom, hogy ez óriási megtiszteltetés számomra, mert nagyon sok jó labdarúgó volt itt az eszemben. Hát mintha a gyerekkoromból közelítem meg a dolgokat, tehát nagyon sok játékossal szerettem volna játszani, amikor még labdaszedő voltam, tehát igazából Nagy Erdei stadionban végig ott voltunk, és hétről hétre láttunk azért fantasztikus játékosokat. Utólag természetesen hát egy generáció felnőtt itt a Debrecen Nagy Erdei fáj alatt, és talán ennek is köszönhető volt a későbbiekben a siker, mert akár pályán kívül, akár a pályán, én úgy gondolom, hogy mindenkivel megértettük magunkat, és hát természetesen most, hogyha csak az én generációmat mondom, tehát a Dombi Tibiék, Madar Csabi, Szatmári Csaba, végül is ezek a srácok, akikkel sok mindent elértünk, akár még ifi szinten is, meg felnőtt szinten is, velük mindig nagyon jó volt játszani, de hát sorolhatnám a neveket a külföldiektől kezdve, akár a Kerekes Zsombor, az Igor Bogdanovics, akikkel nagyszerűen megértettük egymást a pályán, és szerintem, bár már így utólag nem biztos, hogy így van, de szerintem jó látványos focit sikerült produkálni. Legnagyobb siker? Szépen folyamatosan jöttek a sikerek. Arra is büszke vagyok. Amikor még a Vágóhíd utcán felkerültünk az első osztályba, megnyertük az MB2-es bajnokságot. Utána bronzérmet tudtunk elérni nagyon hosszú idő után, másodjára, hogyha a Bocskait is ide veszem. És hát természetesen az, amikor bajnoki címet Zsinórban nyertünk háromszor, ami szerintem nem egy egyszerű dolog. Nyilván a mi álmunk az volt, hogy egyszer Debrecenben is legyen egy bajnok csapat. De ahogy megvolt az első aranyérem, és már így az örömpillanatok is elmúltak, akkor még többet szerettünk volna, hogy egymás után kétszer nyerünk bajnokságot, mert talán vidéki csapatnak nem is nagyon sikerült, de a Mester 3-as az elég jól nézett ki. Úgy így visszaemlékszek rá a Honvéd elleni mérkőzésünkre, nyilván itt utána a melegítésnél, sőt a melegítés előtt is minket teltházzárt, akkor ugyanígy megvoltak ezek a rácsok, kerítések, és ahogy kijöttünk melegíteni, akkor már az embereknek az arca, keze így a rácson benyúlva simult erre a kerítésre rá, és hát tényleg óriási tömeg volt mint azon a mérkőzésen. A másik része, hogy egy olyan honvéddel játszottunk, akikben talán a Stefanov kezdőcsapatban, a Stefanov nem volt válogatott, a többi mind válogatott játékos volt, és hát azt hiszem mi vezettünk 1-0-ra, talán egy
egy kontrajátékból sikerült gólt elérnünk, amikor a saját térfelünktől indultam meg labda nélkül előre, nem olyan sokszor volt ilyen, de ez is benne volt, és megpróbáltam üres területre futni. A medvéd Vyacheslav jól észrevette ezt a lehetőséget, és egy ilyen jó 30 méteres passzal ugratott ki, amikor láttam, hogy a Brockhauser, talán Brockhauser is védett azon a mérkőzésen, és jött ki a kapuból, és egy kicsit meg is pattant a labda, gondolkoztam, hogy esetleg átemeljem rajta, de ahogy láttam, hogy kint van, így elhúztam mellette a labdát, aztán be akartam passzolni az üres kapuba bal lába, de láttam, hogy csúszott egy védőjátékos, talán a Bánfiani volt, nem tudom pontosan, és pont a labda sávjába csúszott volna bele, de hát nyilván úgy fenékre billenve nem nagyon tudott tovább jönni, tehát még egyet tolnom kellett a labdán, és utána azt hiszem a Klókai Attila akart még a gólvonalon menteni, és hát előtte még volt akkor a szerencsém, hogy nem érte a labdát, és balla igazából az üres kapuba kellett bepasszolnom. Ez volt az az ominózus 2-1-es mérkőzés a Honvéd ellen, ez az első évünkben volt, amikor talán ezzel a győzelemmel az első helyre is kerültünk a bajnokságba. Fiatal koromban is, amikor elmentünk ilyen kisebb tornákra, még akár 12-13 évesen is voltak olyan tornák, amikor sikerült gólkirálynak lenni, vagy a torna legjobb játékosának megválasztottak, de akkor még így gyerekfejjel szerintem sok gyerek nem gondol bele abba, hogy meddig juthat el, egyszerűen csak élvezi a pillanatot, hogy futballozhat, és ezt a csodálatos sportot űzheti. Nyilván, amikor már érettebb az ember, és esetleg ott lehet a felnőtt csapat kapujába, akkor már sok mindenen elgondolkozik, és nyilván mer is álmodozni. Szerettem volna jó játékos lenni, szerettem volna DVSC-be játszani, szerettem volna NB1-es játékos lenni ebbe az időszakban. Nyilván utána a válogatottság, amit kitűztem magam elé célként. És hát utána volt egy korszak, amikor külföldön játszottam, akkor már úgy sokkal érettebb fejjel nyilván elgondolta az ember, meg átfutotta a fején, hogy igaz, hogy Debrecen Magyarország második legnagyobb városa, de még a bajnoki cím közelébe se volt, és hát az volt az egyik legnagyobb álmom, hogy egyszer majd én vezessem ki a csapatot a bajnoki címet jelentő utolsó mérkőzésen, és ez megvalósult, és ennek örülök, hogy a happy end lett a vége. Hát, hogyha onnan közelítjük meg a dolgokat, hogy akár egy összehasonlításban, hogy játékosként jönjen, vagy edzőként jönjen, természetesen mindenki, aki futballozott és akiből edző lett, az azt mondja, hogy játékosként könnyebb dolga van az embernek. Ezzel én is így vagyok, de én nagyon jól élem meg az edzőséget. Szeretek higgadt lenni, nem nagyon szoktam stresszelni mérkőzések előtt. Élvezem ezt a szakmát is. Valamilyen szinten készültem is rá, még akár annak idején, mikor még játékos voltam a pályán is, voltak olyan pillanatok, amikor az edző szemével kellett látni a dolgokat, és így segítettük egymást a pályán. Azokat a dolgokat szerettem volna így edzőként is átadni a fiatal srácoknak. Én nagyon élvezem, és kielégíti a teljes vágyamat ez az új szakma, ami már nem is annyira új, mert már lassan egy 5 éve benne vagyok. És óriási vastag közepette hagyja el a pályát Sándor Tamás, a csapatkapitányi karszalagot pedig átgyújtja